Sajnos majd látom, egy üveg bort kibontok, figyelj! Lehet, hogy nem vagy gyenge, de a szívedben szalad a penge. Attól nem érzed magad jobban, a kocsitban bomba robban. Tudom én, erős vagy persze, de a fejedben ott van a fejszel. Vagy ha a fegyver csövében érzel, ott már semmire nem mész pénzzel. Hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak. A kocka el van betve, de meg a föld alá temetve. De ott már hiába vagy ügyvéd, aki a törvényekből megvéd. Itt senki se golyó álló, és ott szakad a védőháló. A halálugrás végén, a túlvilági tévén. Majd rólad szólnak a hírek, hogy beleg van fel a sajtó. Ki a pokolra király ülni, annak balra a második ajtó. De a Szentpéter szigetekre már be van fizetve az útja önnek. Mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. Lehet, hogy nem vagy jáva, s a végén te maradsz állva. De mire jó így ez az élet, hogyha futnod kell, amíg éled én. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor. Erősebb, mint egy szikla, mégis elenne még egy szikla. A gyújtó zsinór végén, a túlvilági tévén. Majd rólad szólnak a hírek, veled van te a sajtó. Ki a pokolra kíván jutni, annak balra a második ajtó. De a Szentpéter szigetekre vár, de van fizetve az útja önnek. A mennyország turiszt, a legjobb szolgáltatás nyújtja. A csárki vagy a mennyek, a voncsak. Melyik ajtó mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe? Mi atyán ki vagy a mennyekbe, mondd csak, melyik ajtó mennyekbe? Melyik ajtó mennyekbe? Melyik ajtó mennyekbe? Szép volt a vége, Dér Henny! És Kucsera Gábor! Hát figyelj, azt nem értem, Gabi, azt nem értem, hogy amikor ültetek a csónakba, ott is volt egy ember, aki mondta, hogy egy, kettő, három, és az hogy jött össze ritmusra? Mert hogy azért az itt mi voltak most bajok, azért legyük őszinték. Tehát azért, ha Henny nem segít, akkor az egyet sehol nem találjuk meg a produkció alatt. De Henny segített, mert Henny olyan, hogy mindig visszahozta, megmentette Gábort, szóval szerint az első ilyedés. De jó volt, de nagyon jó volt, imádtam. Na nézzük akkor, hogy a zsűri mit mond. Ki? Nem értettem semmit. Semmi, neked kell most mondani valamit, elég, ha azt mondod, amit gondolsz. De nem értettem semmit. Engedd el! Amit mondtak? Nem, amit volt itt, nem értettem egy tízest semmit. Egy tízest is kész. Tessék? Adjál tízest, az kész. Egy tízest is kész. Ismered ezt a számot? Nem. Tessék? Ismered ezt a számot? Tíz? Meg is süketültél, vagy nem értettem? A tíz. Nem értettem semmit. Mert azt nem értetted, de akkor lehet, hogy ez a baj, elment a hallása. A tized, igen. Még nem volt rá példa, hogy produkció közben cseréltünk zsűritagot, de azt gondolom, hogy a vezérlőből kuki kipukkant. Nem, azt kérdeztem, hogy ismered-e a Mennyország turisztimi tankcsapda számot? Persze, persze. Ja, hogy akkor ezt nem ismerted föl ebben a produkcióban. Nem értek semmit most, tényleg. Kuki, mi a baj? Mi a baj? Mondd el, mit érzel? Volt valamit, ami nem értettem itt a színpadon. Na, mit nem értettél? Minden. Semmi. Hát, ha mindent értettél, akkor nincs baj. Nincs baj, jó, nincs baj. Vegyétek el a vizet. Gondolkozik Kuki Andinak, továbbadjuk azt. Igen. Én azt éreztem, hogy nem tudom, hogy a születésnap miatt, e vagy más miatt, de Henny kettőtök helyet dolgozott, kőkeményen toltad, és fantasztikus voltál. Viszont az a múltkori sárm, meg az a múltkori báj, ami miatt azt hiszem talán tízest adtam nektek, azt most vagy a Gábor oldaláról nem éreztem, azt éreztem, hogy lapátolsz, csak nem vagy tempóban, hogy a Majka mondta. Valahogy egy picit úgy lemaradtál a kanyarban, vagy csak én vagyok ilyen nagyon rossz indulatú? Nem, de te legalább beszéltél. Igen. Én is beszéltem, mondtam, hogy nem értettem semmi. Hát... Értettük, mi azt értettük? Valaki szerint... magyarázzom erről a Kukinak. Kuki, egy produkciót láttunk, igen, majd a szünetben elmondom, mit láttunk, jó? De amit akartam mondani, hogy a Hennynek innen is még egyszer boldog születésnapot, hiszen ma van. És én igenis meg kell, hogy dicsérjem a Gabit, a Gabi hozta a tőle elvárható művészi színvonalat. Ami nem sok, de azt hozta. És így van, a Dér Henny megmentette, azt gondolom, hogy ez most inkább a Henny erőfeszítése volt, te pedig picit ráültél a hullámra.
De rajta volt egy nagy köppeny azért a Gabin, tehát azért az nehéz. Csak az lehetett a baj. Meg a szárnyak. De Tibi, hát ezt muszáj pontokra váltanod, amit mondtál. Én nálam a Szigort a 8 pont jelenti, és sajnos 8-as. Gyöngyödző mellkassal 8 pontot tudott adni Kassa Tibor. Jó! A születésnap miatt 9! A jó szívem! A jó szívem! Hétre mindjárt fölállnak mindannyian, hogy 4 napjuk van, vagy valami házasság évforduló, vagy bármi. Vigyázzál! Én azért szőrös szívű vagyok, én 8-at adok. 8-at, csúnya vagyok. Születésnapja van! 17 eddig. Majd meghívom egy sütire a büfébe. Kuki bácsi, pontot kéne adni. Nem mondok számot, mert akkor elkezdesz beszélni a nótáról. Pontot. 7? 7 pont. Nem értem. Szülinapja van! 24. A sűrűspályán utolsók vagytok, de a nézők, ugye, hát meg marad a tancsabda rajongók, akik biztos értették ezt a számot kukin kívül. Lehet, hogy szavaztak, nagyon sokan, reménykedjünk ebben, meg ugye lesz még egyszer lehetőségük szavazni. Azért ez nagyon jó volt, még egyszer boldog szülinapot, fáradjatok! Nyomás a páholyba! Érdekel.